kutató csapata ezen a héten Csíkszentmiklóson látogatott, ahol a helyi ifjúsági szervezet kolbászkészítő versenyt szervezett a helyi közösség számára. A versenyt megelőzően csapatunk a helyi templomba látogatott, a csíkszentmiklósi római katolikus vártemplomhoz, amely a csíki templomok közül az egyik legszebb és legnagyobb 15. századi gótikus toronnyal rendelkező műemléktemplom. Miklósi katolikus templomban vagyunk. Röviden pár szóban a történetéről mi az, amit kiemelne? Pápai jegyzék szerint 1332, illetve 1334-es pápai jegyzék szerint volt már István nevezető papja a településnek, és több mint valószínű, hogy volt egy kápolnája is. A jelenlegi templom, ez gotikus stílusban 1777-ben kezdték el építeni, és 1784-ben, június 6-án szentelte fel az akkori gyulafehérvári püspök. Endes Miklós történés szerint a torony az régebbi, mint a templom, tehát az az előző templomtornya. Ami nagyon fontos, hogy látszik a templomon is, illetve a harangokon, illetve a plebánia impozás épületén, hogy valamikor nagyon nagy, gazdag egyházközségről volt szó, hiszen szép víz és bent a gyímesek is mind ide tartoztak, tehát a gát, a vesztegzár ide adózott, itt voltak bélők, most is aránylag tekintélyes vagyonnal rendelkezik, és úgy építették fel ezt a templomot tatárpusztítás után is. Majd később fogjuk megnézni a róvásírással írt idézetet, ami állítólag a fa karzaton volt, a kórus karzatán volt. Vita van, hogy ez most Csíkszentmihályi-e, vagy Csíkszentmiklósi róvásírás is. A csíkszentmiklósiak szerint természetes, hogy ez a Csíkszentmiklósi róvásírás. Szent Miklós püspök tiszteletére van szentelve a templom. A főoltár ez a csíksomlyói kisugárzásnak. Mária szobor, illetve Szent Péter és Szent Pál apostolok vannak. És ami érdekes, itt van egy keresztelő Szent János oltárképszerűség, amit állítólag a régi templomból, de ez tényleg így mondom állítólag, hogy állítólag a régi templomból került át ide, amikor felépítették. A régi templom talán Nepomuki Szent János tiszteletére van szentelve. Van is egy Nepomuki Szent János szobor itt az oldal bejáratnál. Nagyon büszkék a Szent Miklósiak arra, hogy 1216 kg-os harangjuk a csík legimpozánsabb harangjukról van szó. A harangot egyébként 1689-ben öntötték, akkor most 325 éves. Erősre hangja van, és ezt szokták meghúzni, amikor nagy idő jön. Szent Miklósiak örvendenek, mert állítólag, mert végül is megtöri ezt tiszta fizika a nagy felhőket, viszont a többi oldalsó falvak attól rettegnek, hogy ne húzzák meg a Szent Miklósi harangot, mert akkor az ők határokat veri el a jég. 230 éves ez a templom ebben az évben. Csíkszeredai, és hogy nemrég került ide ebben ehhez a közösséghez. A rövid időn alatt mit lehet elmondani a csíkszentmiklósi közösségről? Most nem olyan rég olvastam, hogy azt írják a régiek, hogy hangyaszorgalmú nép lakja, de nagyon kötekedő. Ezekből egy kicsi ízelítő nekem is jutott az elmúlt hét hónapban, de vallásilag, tényleg vallásosak vannak, nem csak hagyományos vallásosságú közösségnek egy része, nem csak hagyományos vallásossága, hanem tényleg tudatos vallásossággal próbálja járni a Jézusi utat. Szent Miklós ifjúsági szervezetnek a képviselőjével beszélgetünk. Mi az, amit fed a CIE? Hogyan alakultatok? Hát igazából itt az ifjúsági szervezetnek a falunkban már 8 éves múltja volt a tavaly.
amikor az a jelenlegi elnök, vagyis akkori elnök azt mondta, hogy most már túllépte a 35 éves korhatárt, és akkor újra kéne ezt szervezni. És én a tavaly előtt köztem vissza egy Szent Miklósra, és aztán jobban léve a fiatalsággal, én is oda kerültem a fiatalok közé, és megalakítottuk a CSI-t. Azelőtt a Szent Miklós ifjúsági szervezet volt. Most lett a Csíkszent Miklósi Ifjúsági Egyesület. Mi az, ami a ti célkitűzésetek, vagy az egyesületnek a célkitűzése? Hát mindenképpen a közösségben való részvétel és a közösségben mozgatása a fő cél. Tehát azt akarjuk, hogy minél több programot tudjunk szervezni a közösségbe, és tényleg azt hiszem, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig megérintettünk mindenkit. És továbbra is még több program lesz az idén, nagyon sokat terveztünk, de már a tavaly évet, hogyha megnézzük, hát 28 programot hoztunk össze csak fél év alatt, úgyhogy úgy érzem, eléggé számos a program. Melyik volt a legsikeresebb? Melyiket emelnéd ki? Igazából a tavalyi évnek az ifjúsági napok volt a csúcsa. Miért? Mert az ott befolyt összegekből támogattuk az összes többi rendezvényünket. Mert ottan kértünk szponzorokat, nagyon segítőkészek voltak, úgy a polgármester hivatal, mint a falunkban lévő közbirtokosság, akkor az üzletemberek a faluból segítőkészek voltak, illetve most már hova tovább tapasztaljuk azt, hogy maga a falu közösség hova tovább jobban és jobban támogatja minden programunkat. És tényleg ki, amivel tud, tehát olyan nem tudunk még kérni, hogy valaki ne ugorjon elő vele azzal, hogy nekem van, én hozom, én adom. De ami, nem tudom, hogy azelőtt mi volt, de amióta CSI-e van, azóta azt tudom mondani, hogy tényleg mindenben segít a közösség. Tehát olyan jó összekovácsolódott, legalábbis azt legalább úgy néz ki, hogy mindenki segít, mindenki tolja erről a szekeret. Mindenkinek tetszik legalábbis, nem adottam még negatív kritikát arra, amit csinálunk. És ez jó, mert közösségépítő. És főleg a másik dolog, ami van, az, hogy közel vagyunk a városhoz, Csíkszeredához, és azért az emberek megszokták, hogy bármi van, be kell futni a városba. És akkor most ez a másodlagos célunk az, hogy alternatívát biztosítsunk a faluban lévőknek, hogy mindenki nem kell venni a városba. Tehát van egy klub, van egy idősek klubja, még ezt-azt szervezünk, és hogyha megjelenik a pályázatokat, amit nagyon-nagyon szeretnénk, akkor aztán végképp lesz egy olyan helyiség, egy olyan hely, ahova minden korosztály talál magának szórakozni valót. Szent Miklósról köszöntöm nézőinket. Kérem, tartsanak velünk ezúttal is, mert érdekes dolgok történnek a Kolbász Fesztiválon. Hogy ki fogja megnyerni, azt majd műsorunk végén fogjuk megtudni. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek! Ha azt a szót halljuk, hogy disznóvágás, nekünk magyaroknak egyértelmű képek és illatok jutnak eszünkbe. De talán nem is olyan könnyű elképzelni azt, hogy milyen lehet egy valóban idegen személynek először részesülni a disznóvágás és kolbászkészítés látványvilágában. Nanako Arita világutazó Japánból érkezett először Csíkszeredába, és ezt követően csatlakozott hozzánk, így együtt érkeztünk Csíkszent Miklósra a kolbászkészítő versenyre. Itt a disznóperzseléstől a húsfeldolgozáson keresztül egészen a kolbászkóstolásig mindenben részesült Nanako Arita.
something like this here, like a sausage festival, because here is a sausage festival. What does it mean to you? What it means? I haven't seen anything like this before. Cutting the pigs and burning it, and I'm making sausage. I haven't really seen people actually make sausages. It's wonderful. It's very new to me. And then it's got such a good feeling of. Oh, thank you. Köszönjük szépen. So we have to taste it. It's very hot. Very good. Nice. Okay. No, you're feeling good. So as a traveler, have you seen similar something like this? I visited many countries, but not anything like this. I think it's a small community, but it's nice. People are gathering and just feel the like heartwarming home. Yeah, it's very nice. What was the most interesting to you here? Food, and of course, one of the things the most interesting was you don't have any traffic signal inside of the town. You're like, the cutting the pig. That was the best part. It's going to be one of my highlights of the travel. And you know, people are really nice. And then the hat. All the men wear. Those are cute. Yeah, it's very, very new things. Just lot of many things. Will you come back here? I would love to come back. I would love to come back and see my friends again. And yes, definitely. I actually want to bring my family here. Maybe my mom, my dad, maybe my brothers too. To the sausage festival, maybe next year. Maybe next year, if you're able to come here. Yes, definitely. Okay. Thank you. Szervezésre ez a fesztivál, és miért főleg? Azt a túlzás lenne azt mondani, hogy ez a mi ötletünk, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy Békés Csabán azt hiszem már 16-nál tartanak, Sepsiszentgyörgyön már a 13-nál tartanak. Amiben egy kicsit másak vagyunk mi, az az, hogy mindenki ősszel szervezi, mi pedig februárban. Igazából mi abban azt hittük, hogy nagy hó lesz, mínusz 30 fok, ehelyett van plusz 5, és látjuk, hogy hónak lassan nyoma sincsen. De ez nem egy probléma, gondolom, hogy... Egyáltalán nem, kevésbé kell fűteni a sátrakat. Ennyi a... Milyen a jelentkezés? Hát az első, ahhoz képest, hogy az első rendezvényünk 9 csapattal indultunk, viszont van egy csapatunk Magyarországról, vendégcsapatunk van, akkor van Udvarhely mellől, Ülkéből csapatunk, van Csíkszeredából 2 csapat, helyi csapat is van, községbeli csapatok is vannak, tehát azért eléggé van. Idősebb korosztály, fiatalok, nagyon nagy öröm számunkra, hogy Dékány Feri bácsi, a kolbász, a koronázott királya Magyarországról ugyanaz, hogy eljön és velünk lesz itten. Ő mellette pedig 3 másik zsűritag is van. Itt van Ambrus Gizella néni, aki a Fehér Asztal lovagrendnek a nagymestere. Itt van Benedek Árpád, aki a Szabadtűzi lovagrendnek a főkapitánya, erdélyi részének a főkapitánya, és Pálfi Csaba, aki ugyancsak a Szabadtűzi lovagrend udvarhelyi régiónak a kapitánya. Mi az, amit esetleg a szervezés szempontjából másképp csinálnának? Nem tudom. Igazából űrlapokkal készültünk, a bejáratnál ottan vannak űrlapok, és ahol mindenki elmondhatja a véleményét, elmondhatja azt, hogy mi tetszett, mi nem tetszett, mik a javaslatai. Tanulni szeretnénk ebből, hiszen ez az első. Ezt úgymond a zsűri tagjaink tapasztalatára és tudására építettük fel, meg aztán a helyi korlátok, ugyanis hogyha lett volna a hó, akkor most jelen pillanatban a futballpályán lennénk, akkor sokkal nagyobb tér van és sokkal több lehetőség van ezáltal, így viszont beszorultunk ide, ami szerintem elég szép, de mégsem az, amivel készültünk. Na most az, hogy mi lesz jövőre, de mi szeretnénk, hogy ebből hagyomány lenne, hiszen úgy látom, elég sokan lettek, és jól érzik az emberek magukat.
a kolbászfesztivál tudomásom szerint itt Csíkszentmiklóson az első kolbászfesztivál, amit én tapasztaltam, az, hogy elsőre nagyon sok ember jött ki, sok érdeklődő van, de egy csomó tapasztalatot még a verseny szervezőinek össze kell szedni, hogy flottabbul, gördülékenyebben menjen a verseny, és ne egy ember csinálja, hanem egy csapat. Ahogy elnézem jövőre, ez a hely már erre az alkalomra kicsi lesz. Mondtam is a polgármester úrnak, hogy jövő gondoskodhat egy nagyobb helyről, hogy hol legyen a jövő esztendei kolbászfesztivál megtartva. Mi az, amit díjaztak? Mi az, amit a leginkább figyeltek az egész fesztivál alatt? A kolbászfesztiválnak a zsűrizése úgy történt, hogy 4 szempontot bíráltunk, a higiéniát, a terítést, utána a kolbászoknak a feltálalását, és nem utolsó sorban magát a sült kolbászokat. Ebből a legfontosabb a kolbászok, miután kolbászverseny van, a többi, a higiénián kívül, a többi kiegészítő aktus, de magát a kolbászt kell elbírálni, és ez a kolbászoknak az elbírálása, ez nem egy egyszerű dolog. Tudni kell azt, hogy ez nem mérhető, ez egy szubjektív bírálat, a zsűrinek egy szubjektív bírálata. Mi úgy bíráltunk, hogy mindenki pontozott, és a 4-ből, ami összejött pontszám, az alapján állapítottuk meg, hogy ki legyen a jobb, legjobb és még a legjobb. Nem volt egyszerű, mert nagyon, nagyon sok és nagyon hasonló termékkel találkoztunk, hisz minden embernek, minden csapatnak a saját kolbásza a legjobb. Úgy szeretné, hogy ő nyerjen. Hát nyertes, egy első hely csak egy van. Nagyon köszönöm a szervezőknek, hogy ezt ők kitalálták, hogy igenis legyen egy ilyen rendezvény a falunak, és a szomszédba, a szomszédoknak, a barátoknak, ismerősöknek, mert itt sok energiát lehet meríteni a főzésből, nagyon-nagyon sokat, mert aki hányan főznek, annyi ízvilág, és annyi elképzelése. Itt voltak hagyományosok, és voltak, amit tényleg úgy elgondolkodtam, hogy van ötlet, és nagyon el kellett gondolkozzon, hogy sajttal töltötte a kolbászt, aszalt szirvával, ilyen ötletesen, minden eledel az, csak párosításokkal vannak ott, hogy hogy is párosítom, hogy jó legyen, és a hús ízit ne nyomja el a másik, domináljon az az ízvilág. Az Ürkért Alapítvány, úgy emlékszek, hogy ők lettek az első díjasok. Ők egy régi, hagyományos kolbász volt, és jó íze volt. A fokhagyma se ütt el az íz, hogy a fokhagyma se íze, csak a bors se. Úgy a fűszerezés nagyon-nagyon dominált. Köszönjük meg!
A felhívásra jelentkeztünk, ami megjelent többek között a sajtóban is, meg ki is lett plakátolva az ismerős csapat, baráti társaságnak köszönhetően, és akkor ezzel a csapattal már több versenyen részt vettünk. Összeültünk, megbeszéltük, kipróbáltuk, hogy milyen lenne jó, hogy érdekes legyen, különleges legyen, ne csak a megszokott, normál kolbász, amit a hétköznapjainkba töltünk, és akkor így többféleit készítettünk, aztán erre a kettőre végül is egyikre, majd a tegnapi döntés alapján kettőre esett a választás, amit itt is elkészítettünk. Mik az, ami muszáj ahhoz, hogy igenis nyertessé váljon mondjuk egy csapat? Az ember bele kell tegye a szívét, lelkét elsősorban, de hogy mi arra figyeltünk, hogy egy kicsit különlegesebb ízvilágú legyen, mint amilyet általában megszoktak az emberek, csináltak, ami a fokhagymás fűszeres kolbász, hanem valami újítást. Amúgy is napjainkban azt a világot éljük, hogy a régi ősi hagyományokat egy picit ötvözni az újabb, modernebb dolgokkal, és ezért meg az aszalt szilva, a szilva az a környékünk egyik híressége, főleg a szilva pálinka. És akkor így esett a választás az egyik az aszalt szilvás kolbászra. Kedves nézőink, lassan műsorunk végéhez értünk, és mivel a disznóvágás vagy a kolbásztöltő fesztivál nem lehet igazi pálinka nélkül, hát mi is meg fogjuk kóstolni az igazi pálinkát, hogy milyen. Úgyhogy köszönöm szépen figyelmüket, és kellemes időtöltést kívánunk továbbra is. And now you say it? Minasan, arigatou gozaimasu! Egészségedre! Egészségedre! Ennyi, köszönjük szépen! Csíkszentmiklósról köszöntöm nézőinket! Szent Miklósról köszöntöm nézőinket. A kolbászot. Ja, bocs. Csíkszent Miklósról. Csíkszent Miklósról köszöntöm. Kérem, tartsanak velünk, mert megéri ezúttal is. Kellemes, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!